még jártunk karácsonyfejt, annyira hiányzik ez is, hogy mert változik, és ez a fura, hogy Jerikó 20 évvel ezelőtt, amit látott Erdélyből, még elkapta az ősi, hogy mondjam, ősi hierarchiát, az ősi törvény, ősi jogok szerint volt. Hiába volt egy országon belül székely, az ősi jogai szerint élt tovább, ezer éves jogok, szomszédjog, testvérjog, birtokjog, elsőszülött jog, vendégjog, búcsújog például, tehát ahol búcsújáráson van egy joga a búcsújárónak, ha bekopogtat, akkor kutya kötelességet szállást adni is. Tehát nem teheted meg, hogy és ezek mind olyan törvények, amik működtették a társadalmat. Hívott a titkok nagymezője, kellette magát 100 sima út, és én legényesen dalolva csaptam mögöttem be a kaput. Valamennyi út fölfelé tört, ragyogón és virágba veszőn, és én felettem a csendes udvart, rohantam részegen a mezőn. Rohantam dalosan, svakultan, befogtak új, csodás illatok, 100 út végén nem vettem észre, hogy már minden utam elhagyott. Szervusz, Gergely vagyok. Laci vagyok. Szervusz, László. Ne írjunk már egy pálinkát. Most mi miatt? Volt ő neki a páncélos hadosztály, és akkor volt neki katonai esőkabát. Ezért neki ő most fel van készülve mindig, hogy a kelmeni ásakor tüzérségnél előadás. De most mi akkor szeretnénk, hogy akkor kicsi pálinka megívás, hogy nekünk átmozgatás a tüdő, a dési, meg a fog. Így van, szállt is átmozgatás, és akkor... Csak úgy, hogy ne csak kívül állszak.